kértem, hogy így kezdem. Úgyhogy, szia Mira! Ki vagyok Dublinban. És már a saját szobámban ülök, mert lesz szobám. Az egy nagyon hosszú történet, úgyhogy ezt most nem fogom elmondani, majd csinálok rá egy külön videót. Úgyhogy most már itt vagyok kín, saját szobámban. Egy nagyon aranyos kis családnál, akik négyen vannak, egy lengyel anyuka, egy félig francia, félig ír apuka, és két kisgyerek, akik ebből kifolyólag rengeteg nyelvet beszélnek. Kicsit intimidating. És annyira komolyan tudják, hogy a kislánynak az apukája franciául mondja, hogy köszönöm, és a kislány tudta, hogy nekem angolul kell mondani, hogy köszönöm. Ugye van egy szobám, van benne egy ágy, meg egy szekrény, meg egy íróasztal, amit nem használok, szóval már úgy néz ki, mint az otthoni íróasztalom. Tehát van pakolva minden, aminek nem ott kéne lenni. Viszonylag hamar berendezkedtem ilyen szempontból. És majd szép lassan ide kirakolgatom a fényképeket. Már most is kint vannak, mert kaptam egy borítékot, ugye, a színházasoktól. És abban is voltak képek, és ezért itt van. A Nettitől kaptam egy zekefra, és itt van, belealszott. Ott van a fejem mellett, vigyázza az álmomat. Arra gondoltam, hogy most így az első dolgokról mondom, hogy történtek. Mert hogy először, ja hát mondjuk először aludtam egyedül, de remek jól aludtam. Vettem most egy ilyen vastag zoknit, egyrészt mert majd térre jó lesz, másrészt már meg disznós volt. Így disznós. Amúgy meg már a lábaim fáznak valamiért. Így hát, ha ez majd jó lesz. De egyébként tök jó minden, meg már így megszállok mindent a házban, csak még nagyon fura, hogy azért az nem az én helyem, amint hogy majd az enyém lesz egy kis, mert mégis csak, de hogy még így azon bennem, hogy úristen, aki másnak a konyhájában főzek. De már főztem kétszer. Úgyhogy az is megvolt, az első főzés. És buszoztam. És double decker buszok vannak, nagyon izgalmas. Van egy ilyen kártyám, amit le kell mindig csipogni, és akkor levonja a pénzt, vagy nem tudom, de van egy ilyen napi limit, meg van egy heti limit, szóval elvileg igazából egy idő után annyi buszozok, amit akarok, és ingyen van. De ez a függetlenül nagyon drága. Elmentem az egyetemre, majd vissza, közben lesétáltam majdnem a tengerpartig, csak majd valami hévszerű ízi a tengerparton, és azért nem tudtam lemenni teljesen. Mert hogy ott voltak a sínek, és ott nem tudtam átmenni, és már nagyon lusta voltam, mert már addigra 20 percet sétáltam, és tudtam, hogy még 20 percet vissza kell sétálni. Szóval inkább elvesztettem. Aztán ma bementem a belvárosba, mert holnap megyek színházba, nagyon izgalmas. És akkor előre megnéztem, hogy hova kell mennem, mert holnap este megyek 10-re. És remélhetőleg véget ér mondjuk ilyen 11-kor, mert akkor meg haza tudok jönni busszal. De az nem gond, de este ide hazajönni, mert ez egy tök jó környék, meg tök nyug is, meg kb. Csak családok laknak szerintem. Most, hogy jöttem haza, éreztem, hogy lenyírták a füvet, és nagyon jó illata volt. Csak este nem akarok ott kavarogni a belvárosban. Úgyhogy ezért megnéztem a buszmegállókat, és aztán utána úgy volt, hogy már hazajövök, de végül inkább mégiscsak sétáltam a folyóparton egy kicsit, mert megint azt hittem, hogy majd elmegyek a tengerig, de nem mentem el a tengerig, mert messze volt. Az első órám az fura volt, de tudom, hogy nagyon hasznos lesz, tehát az tök jó, csak nem tudok még így, szóval nem tudom még így beleélni magam. Ez ilyen színpadi mozgás óra, de a néni, aki tartja, az táncos volt, szóval eléggé ilyen táncos módon színpadi mozgás. És egész egyszerűen vannak feladatok, amiket így, szóval én nem tudok komolyan venni. Biztos hasznos, de én akkor függetlenül nem tudok. És az vannak, mert ez nem nekem nem kötelező óra, ezt én választhatom, de nekem két kötelező órám van a két fél évben, és amúgy meg össze-vissza válogathatok, ami tök jó abból a szempontból, hogy így kb. Mindent meg tudok nézni, és abból a szempontból annyira nem jó, hogy akik ott vannak rajtam kívül, meg azon a két emberen kívül, akik még az én szakomról ezt kipróbálták, azok ilyen halál komolyan veszik, meg ilyen nagyon színészek, meg nagyon tudatosak a testükkel kapcsolatban, és az elég még nem tudok azonosulni. Ilyen kettős érzésem volt benne, mert egyrészt ilyen kényelmetlen volt, de másrészt meg azt éreztem, hogy tényleg tök jó abból a szempontból, hogy vannak dolgok, amiket megtanulok, és majd később, hogyha mondjuk visszamegyek a hiászóba, meg ilyenek, akkor használni tudom.
tudom. De úgy voltam vele, hogy hát lehet, hogy nem kapom meg a legjobb jegyet, de legalább tanulok. És minden este nagyon elfáradok, mert valószínűleg biztos sokat koncentrálok, és pénteken már majd mosok is. Vagy hát elvileg majd kiderül, hogy mi lesz a vége. De elvileg pénteken még mosni is fogok. A busszal volt ilyen tök jó élményem, mert hogy ma például, ahogy szálltam fel a buszra, én 15-ös busszal megyek innen, és a 15-ös C busz jött, és a busz, ugye itt jelezni kell a busznak, szóval integetsz neki. És a busz megállt, anélkül, hogy integettünk volna, és a buszvezető bácsi megkérdezte, hogy hova megyek, és megmondta nekem, hogy nyugodtan szálljak föl, mert hogy ez elvisz odáig. És így, ennyire jó. Tegnap láttam olyat is, amikor tudjátok, ilyen zebrán, stopptáblás emberek kísérik át az iskolásokat. Hogy így kiáll az utcára, oda tudja ki a táblát, és akkor átmennek kis iskolások, én is átmentem velük, mert miért ne. De ma, ahogy sétáltam a városban, az ilyen tök jó érzés volt, hogy most itt lakom. És igyekszem rendszeresen megcsinálni a videót, majd annak is kitűzök egy napot. És befejezésül minden videó. Végén kihúzok egy valamit, ami benne van a varázslatos borítékban, amit kaptam.